Ez egy nagyon fontos esemény. Fantasztikus örömünnepe lesz a magyar dzsúdónak. Egy magyar közönség előtt versenyezni még mindig felemelő élmény. Hát hatalmas elismerés az a sportágunknak. Már nagyon várom, remélem hasonlóan jól sikerül, mint az EB. Magyar dzsúdó elismerése, az eredményeinek az elismerése, az olimpiai érmeinknek az elismerése. Ez egy csodálatos dolog a magyar sportnak. A hazai rendezés, ahol azért ott vannak a szurkolók, a hazai környezet, közösség. Olyan versenyhelyszínek vannak, hogy New York, Tokió, Rio. Én azt gondolom, hogy ehhez becsatlakozik Budapest egy Grand Prix-val. Ez nagyszerű dolog. Megvannak a versenyzőink, megvan a versenyünk, és ami a legfontosabb egyébként számomra, megvan a közönségünk. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű lesz. Jó esemény lesz, egy sikeres példa annak, hogy minél több fiatal forduljon a dzsúdó felé. Ismét sportünnepre készülünk. A tavalyi, méltán sikeres és elismert Judo Európa bajnokság után idén ismét a Magyar Judo Szövetségen a világ szeme. Június 21-én és 22-én Budapest rendezi meg a Judo Grand Prix-t. Az olimpiai kvalifikációt tekintve is fontos világversenyen Magyarország különleges helyzetben van, hiszen minden súlycsoportban 4 versenyzőt indíthat, így a magyar judo ismét joggal kerülhet reflektorfénybe. A 60 országból több mint 5000 induló versenyzőt felvonultató Judo Grand Prix mérföldkő a magyar sportéletben. Nem csak mert így Budapest felkerül az olimpiai állomások kiemelt versenytérképére, és mert ez az önmagában is jelentős esemény újabb lépés lehet egy világbajnokság rendezés felé, de mert így a magyar judo ismét megmutathatja magát a világnak, mindannyiunk büszkeségére. Tavaly megrendeztük az Európai Judo Szövetség történetében az eddig legsikeresebb és a legjobban szervezett Európa-bajnokságot. A tavalyi évben ez a verseny nyerte a Világ Judo Szövetségben a legjobb rendezésdíját. És ez alapján kezdtük el azt a lehetőséget fölvetni, hogy mi szeretnénk Magyarországon, lehetőleg még a riói olimpia előtt, a riói kvalifikációs versenybe bekapcsolódva ezt a versenyt megszervezni. A magyar judó az egy kiemelt nemzet a ranglistán, jól szerepelt az olimpián is, és jól szerepelt az EB-ken is, az idén is, a tavaly is, és a többi nagy versenyeken. És mondhatom, hogy nem csak az olimpia fontos nekünk, hanem minden IGF esemény fontos, és újra egy olyan alkalom, hogy a magyar judósok bizonyítsák be a tehetségüket, az adottságukat és mutassák meg a sikereiket a magyar nemzetnek és a világnak. Köszönhető dr. Tóth László elnöknek, hogy sportdiplomáciából jelesre vizsgázott és ide tudtuk hozni 2 éven keresztül kvalifikációs periódusban ráadásul a Budapestre a Grand Prix-t. Rendkívül boldog vagyok, hogy erre megkaptuk a támogatást a kormánytól, megkaptuk a támogatást a közvéleménytől, és én nagyon bízom benne, hogy a világ egyik legnagyobb versenyét fogjuk megrendezni ebbe a kategóriába. Újra világverseny Budapesten, és egy újabb kemény keretedzés. Nézzük meg, hogyan készül a magyar csapat. Nekünk van egy szenzációs versenyzői csapatunk, ez kell az, hogy legyen megfelelő verseny. Elkezdődik az olimpiai kvalifikáció, és ebben a sorozatban kapunk egy olyan versenyt, amit felértékeltek a pont lehetőségek alapján, tehát jó sok pontot adnak érte. A hazai pályának van előnye, a sok szurkoló, aki kijön és nézi, és hát sok versenyzőt földob ugye a hazai hangulat. Tudunk adni a válogatottjainknak egy olyan pluszt, hogy itt most valamennyi
súlycsoportban 4 versenyzőt tudunk indítani Magyarországról. Egyéb más Grand Prix versenyeken csak 2 versenyző indulhat. Elég erős mezőn lesz, megkockáztatom, hogy a világbajnokságig talán a legerősebb verseny lesz. Mindenkinek érdeme, hogy minél több versenyzőnk jusson ki az olimpiára, és ezen belül is ugye ott az olimpián minél több legyen érmes, hiszen ez az eredmény, az olimpiai eredmény juttatta ide is a judót, hogy most kiemelt sportákként vághatunk neki ennek az olimpiai kvalifikációnak, és hát ebből adódóan rendezhetjük ezt a versenyt is. A női és a férfi judóba ott van a Csernovicki Éva, a Zungvári, a Jó Abigail, és remélem, hogy a Grand Prix ők és mások is sikeresek lesznek, és ez annak köszönhetően, hogy először is az adottságuk a magyar judósoknak kiemeltek, technikai, genetikai, taktikai szempontból, és ugyanakkor a Magyar Judó Szövetség egy kiemelt szövetség a világszövetségen belül. Különböző szinteken készülünk. A Grand Prix-re ugye 2 kiemelt emberünk van, akit megpróbálunk majd Rióig eljuttatni, az Abigail és a Krisztián. A Krisztiánik egy különleges edzésmódszerrel készülnek, egy búvár bevonásával, egy légzés, technikai képzésben is részesülnek. Szia, Abikám! Hogy mint? De jó benne a víz alatt, látom a képeket, hogy egy kis búvár. Ja, most az jobban esne. Az jobban esne. Nem áll, egy percig vissza tudom tartani levegőmet. Ez egy elég érdekes út lesz, amivel valószínűleg a teljesítményünket tudjuk növelni. Fel kellett pörgetni a judómat, nagyon sok állóképességi edzésünk volt, szóval ami pörgős, fárasztó, nem olyan, ahol erősítünk, hogy még több izom erőm legyen, hanem hogy az állóképességem fejlődjön. Hát ez tényleg nagyon kimerítő, de úgy veszem észre, hogy itt siker megoldottam. Európa bajnokság óta folyamatosan feljövőben volt, egy nehezebb időszak a szabályváltoztatások miatt, eléggé megtréfálták, de megtalálta úgy néz ki az edzőjével azt az utat, amivel Rio szép lehet. A hazai közönség előtt jó versenyezni. Jó Abigail Európa bajnoki bronzérmes, 2 érem a magyar hölgyektől Budapesten. Jönnek ki sokan szurkolni, meg akkor látjuk, hogy életemén látni fogjuk, hogy majd hirdetik a versenyt a plakáton, és akkor az jó érzés nagyon. Ungvári Miklós háromszoros Európa-bajnok, VB bronzérmes, idáig 3 olimpia vendége volt, jelenleg a 4. készül, a riói 5-karikás játékokra. Nagyjából mindent elért a sportban, amit elérhetett. Van 11 világverseny érme, igazán amilyen érme nincs még, talán olimpiai aranya nincs, és világbajnoki aranyezüstje, az egyéb éremekből szinte minden megvan neki. A magyar judó mindig jókedvű és fáradhatatlan etalonja. Egészen a 2012-es londoni olimpiáig 66 kg-os versenyző volt, és ebben a súlycsoportban mindent elért, amit csak lehetett. Én meg az Irén hozzám kérdésem. Miki egy gyerekkorától egy ilyen mozgékony gyerek volt, és ezt megtartott a mai napig, tehát szerintem 5 percre nem tudna leülni. Az elmúlt 2 évben súlyban és erőben emelte a tétet. Immár a 73 kg-os súlycsoport beért versenyzőjeként az idei EB-n bronzérmet szerzett. Keményen készül a Grand Prix-re, bízva az eddigi eredmények túlszárnyalásában. A nagy derbi most megy. Péntek, szombat, vasárnap, és nem tudok csatlakozni, hogy láthassam a számot. Az évek során azért vissza kell nála venni, el kell a hosszú edzésekből inkább rövidebb és intenzívebb edzés, meg hát neki több regenerálódásra, több pihenőre van szüksége. Hát ebben van néha súrlódás közöttünk, mert az a baj, amikor regenerálódásra adok neki időt, akkor is úgy regenerálódik, hogy elmegy lovagolni, elmegy motorozni, ami mondjuk jó mentálisan kikapcsolja, de igazából nem piheni ki magát a szervezete. Úgyhogy ebben néha van köztünk súrlódás, hát próbálom rávezetni, hogy a pihenés az tényleg pihenés legyen. Apaként, edzőként is azt mondom, hogy kellenek a példaképek a gyerekek elé, és hát az Évibe ez megvan. Ő egy igazi példaképe lehet a felnövekvő judós generációnak. I never knew that a kid like me could take his mic around the world and flash the big ass thing and rock the masses.
nézzük meg Évit, hogyan hangolódik a küzdelmekre, keressük meg a címvédő Európa-bajnokot. Azt mondom, hogy az át kell menni a másik oldalra. És elindult a küzdelem, komolyra fordult az edzés vége a bemelegítésnek. És az első pont. Itt egy másik közben. Az Európa-bajnokság után megbetegedett. Rögtön már este belázasodtam, meg fájt a torkom. Úgyhogy ez egy két hetet kivett a felkészülésemből. Utána pedig ki kellett húzni a becsiségfogomat is, úgyhogy most kezdtem el dzsúdozni. Most egy ilyen nagy generál után van, és én bízom benne, most elkezdtünk már edzeni, hogy a Grand Prix-re rendben lesz teljesen. Technikáim azok úgy a helyén vannak, meg az állóképességemen kell javítanom. Szerintem ez a legjobb része, én úgy gondolom, a pályafutásának. Ha el tudja engedni magát és laza tud maradni, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon sok szép sikernek lehetünk majd tanulni. Ez az mindig egyre több erőt, hogy amikor mondjuk nem úgy megy a judo vagy hullámvölgyben vagyok, azért nekem sem nem vagyok gép és nem megy mindig 100%-osan minden, sem sikerül minden verseny jól, hogy azután is fel tudjak állni és aztán újra sikerül nyerni, akkor az szerintem több erőt ad a folytatáshoz és újabb célok eléréséhez. Cseromicki mester azt mondja, hogy a új szabálynak nem megfelel a ruhám. De hát... ez a nyári csinál. Igen, hogy ne legyen melegebb. De hát úgy látom, hogy az kifogástalan. Igen. A két nehéz fiút nézzük meg. Bor Barnust. Vigyázz! Én azt mondom, hogy csapatok össze, és a győztes az jöhet velem egyet. Megtisztelsz. Akik már az Európa-bajnokságok kvalifikálták magukat, az a Csoknyai László 81 kg-ban, 100 kg-ban a Círjenics Mikiés, plusz 100 kg-ban a Bor Barna. Ebből ketten az előző olimpián részt tudtak venni, a Bor Barna a 7. helyet szerzett. Minden eredmény egy állomás, és hogyha van egy jó eredmény, akkor nem minden esetben kell megállni. Hát meg egy sportolóban amúgy benne van a életében, mindig jobbat és jobbat akar, hát ezzel én is így vagyok. És hát azért nem a bronzéremet szeretném mindig elérni, hanem az elsőjét. Minden versenyző más típus. A súlycsoportok is meghatároznak bizonyos mentalitást, bánásmódot. Egy nehéz súlyú versenyző az egy kicsit lassabb. Mindig nagy szeretettel nézem Círjenics Mikit és Bor Barnát, ahogy amilyen elánnal edzenek. Ők azok, akik lelépnek a terembe és már is izzadnak, és az élen járnak a munkában is. A 100 kilósok már lendületesebbek, a 81 kilósok az egy nagyon tömör súlycsoportot, nagyon keményen készülnek. Ha meg kisebb súlyú 73-66, az meg már nagyon pörög. Ez már egy olimpiai kvalifikációs verseny. Itt azért már nem olyan fér bele az, hogy elkönnyelműsködjük, vagy valami. És azért helyt kell állni, mert azért fontos pontokat lehet gyűjteni az olimpiára. Talán ha lehetne választani, ők lennének az a két versenyző, akivel utájára küzdenék ebben a teremben. Novemberben váltottam tavaly egyesületet. Igazából azért, mert ott volt olyan lehetőség, hogy a Bor Barnával készülhetek. Ugye ő plusz 100 kg-ban versenyez, én 100 kg-ban, közel vagyunk egymáshoz súlyban, és így egy jó partnerre talált ő is, remélem, meg én is. Úgy gondolom, hogy jót tett, mert az eredményekben is megmutatkozik. Idén már lett egy világkupa érmem, egy helyezésem világkupáról és egy Európa kupa érmem. Teljesen más itthon versenyezni. Engem például spanyol a közönség, amikor bemondják a nevemet, és mindenki tapsol, várja ugye a magyar versenyzőt, az egy plusz 30%-os szerintem rádob mindenkire. Jó Abigail megérkezett, készülődik Karakas Hédi is, Maros Barbi is. Ilyen melegben, napsütésben nem egy medenceparton kellene lenni egy ilyen csinos lánynak és egy koktélt iszogatni? Úgy gondolom, hogy megéri itt lenni, és a befektetés aztán... Remélem, hogy az első versenyem most már tényleg egészségesen tudok menni, nem mint az EB-re. Uh-huh. És tényleg kijön valami jó forma, vagy valami olyan, ami... Én biztos vagyok benne. Ami most. Igen. Én is pont azt mondtam, hogy kiváló formában vagy, és ezt a formát kívánom neked a Grand Prix-re is. Olimpia után igen, lejárt a szerződésem, és akkor utána jöttem ide a Honvédbe. Hosszú távon átgondoltam, hogy nekem
hol lenne a legjobb végülis, hogy hol gondolom azt, hogy még évekig szeretnék dzsúdózni, és hol gondolom azt, hogy tudok fejlődni. És úgy gondolom, hogy jól döntöttem, és azóta nagyon jól is érzem magam, és nagyon sokat fejlődtem. Az utolsó egy-két hétben verseny előtt már próbálok pihenni. A többi, a munka része az megmaradt, keményen dolgozom, ahogy eddig is, aztán most ezt próbáltuk így változtatni, és tényleg remélem, hogy végre azt tudom nyújtani, amit itt edzésen is. Ha hazai pálya és a tét helyzet van, a kemény helyzet, akár egy világbajnok is, akkor te ezt különösen szereted. Imádom a parázs meccseket, meg a parázs hangulatot. Jaj, de szép! Nagyszerűen kontrázta meg, mögé lépett ugyanis Olejnics, de nem tudta megbillenteni, és aztán ő volt az, aki a hátára vágta. Bravo, Bence! Mai napig emlékszem még, amikor felmentem a szőnyegre, és az egész csarnok engem buzdított. Szinte kiráz most is a hideg. Egyszerűen olyan plusz löketet ad, hogy azt el nem tudom mondani. Ez az, Bence. EB után, ami itthon volt, azóta azzal álmodok. A budapesti Grand Prix az nagyon erős verseny lesz, de örülök, hogy itthon lesz az arénában, mert kellemes emlékekkel térek vissza, és remélem a tavalyi eredményt azt sikerült túlszárnyalnom, csak bízni kell és akarni. Az edzés az megvan bennünk, nagyon sokat edzünk, úgyhogy én bízom magamban. Bencéről annyit lehet tudni, hogy ő egy igazi harcos, a hazai Európa-bajnokságon 5. helyen végzett, ahol világbajnokot vert el, hihetetlen nagy küzdőszellem van benne. Én úgy gondolom, hogy nem sokára lezajlódó hazai rendezésű világversenyen, ami már olimpiai kvótáért megy, akár dobogóra is tud állni. Egy biztos, szívével nem lesz gond. Azt hiszem, hogy valaki engem akar fölkérni, de én most ezt nem vállalhatom. De nézzük meg Tóth Krisztiánt, hogy hogyan harcol. Nagyon sok előnyét élvezi annak, hogy alacsony, ugyanannyi hátrányát is, hiszen egy olyan súlycsoportban versenyel, azért két fejjel magasabb ellenfelek vannak. Előny abban, hogy nagyon alacsony van a súlypontom, nagyon nehezen tudnak eldobni, és az ellenfelém nem nagyon szeretik a közelharcot. Eléggé képzett is, és most már felvette azt a fordulatot, ami a nemzetközi mezőny bizonyos részének a megoldásához kell. Már 14 éve dzsúdózok, úgyhogy azért egy elég erős rutin van a hátam mögött. Nagyon régi álmom az, hogy kijussak egy olimpiára. Most elindultam egy jó úton, és remélem, hogy be tudom fejezni ezt az utat. Krisz, nem baj, hogy a kamerával végigkövettük a meccset, ugye? Na. Én azt hiszem, hogy te vagy az a versenyző, akit a kamera, a közönség az éltet, nem? Az biztos, ez így van. Jó van, láttam is. Azt hiszem, megkérdezed, hogy küzdünk-e egyet. Küzdünk egyet? Nem. Kizsán Szabi is a friss EB bronzérmes. Azt hiszem, hogy ha valaki, akkor neki nagy motiváció lökést ad ez az EB érem. Eddig elég sok sérülés kísért az utamon, de mindig tudtam belőle erőt meríteni, hogy hiába sérültem, meg azért is meg fogom mutatni, mindig éreztem, hogy van még bennem, és hála Istennek az utóbbi időben tudtam is bizonyítani magamnak is, meg azoknak is, akik kételkedtek bennem, úgyhogy most ezerre megyek előre. A Szabi az nagyon önálló versenyző, rendkívül motivált, és igazándiból, hogyha a körülmények rendben vannak, és a környezet nyugodt, akkor az ő versenyteljesítménye az nagyon jó elsülhet, és nagyon jó sikerülhet. Viszonylag egy kiegyensúlyozott felkészülést tudtam végigcsinálni, elég jó állapotban is vagyok, úgy érzem, jól mennek a küzdelmek, a versenyeken is jól szerepeltem, úgyhogy bizakodóan várom a Grand Prix-t is. Ő az a versenyző, aki nem igényli, hogy különösebben beleszálljon az ember, és túl sokat lepecseljen vele, egy csomó minden megold saját magának. Nem sokára itt a Judo Grand Prix, a kemény felkészülés megy tovább. Biztos, hogy nagyon sokan fognak jönni, és nagyon kemény lesz. Én úgy gondolom, hogy minimum olyan szintű lesz, mint az EB. Bízunk benne, hogy kitartanak mellettünk a szurkolóink, és azok a judó szeretők, akik idáig is, vagy most, ha ideig nem is, de kilátogatnak majd a képére. A judó az nem egy olyan sport, ahol minden, amire lehet biztosat fogadni, hogy úgy mondjam, de igyekszem az éremmel, igyekszem törekedni az éremmel. Olyan partnerállománnyal tudunk tréningezni, és nem csak az élvonal, aki azért
máskor egyébként megtalálni más versenyeken is ezt a minőséget, hanem a feltörekvő fiatalok is olyan partnerállományhoz jutnak, ami szerintem megfizethetetlen. Nagy szurkolást várok, nagyon szeretném, hogyha minél többen kijönnének a én szeretteim, barátaim közül is, és a sima szurkolók közül is, hát és magamtól érmet várok, érmet szeretnék nyerni. Én egy dobogót szeretnék mindenféleképpen. Ide jön a világ azért, hogy Magyarországon részt vegyen, és hát óriási küzdelem kezdődik, én nagyon bízom benne, hogy a mi fiataljaink is ezt megfelelően fogják ezt az akadályt venni, és bízom benne, hogy itt a vége végül is Rio lesz, illetve hát elkezdjük most már a jövőt is felkészíteni, tehát már azért a tokiói csapatnak az alapjait is kezdjük erősíteni. Azt kérem minden is mindenkinek, ha már lehet biztatni, hogy minél többen jöjjünk, és hogy tényleg kijönne egy 10-15 ezer ember, akkor lenne igazi judo ünnepet. Elképesztő jó adottságokkal bírnak a magyarok. Mitől lehet ez? Szerintem a hazafiasságtól és az ambíciótól, és mindig olyan különleges elvárásaik vannak, és általában a küzdősportokban vagy az egyéni sportokban. Tehát a maximalizmusra való törekvés? Igen. Sportünnepre készülünk. Az ünnepnek pedig három feltétele van. Az alkalom, az ünnepelt és az őt ünneplők. A Grand Prix, mint esemény adott. A magyar judó megérdemli a tapsot, így tehát már csak a lelkes éjjelzés kell, a szurkolás és a büszke bíztatás. Június 21-én és 22-én a Papp László Budapest Sportaréna mindannyiunkat vár, hogy lerújjuk tiszteletünket a küzdősportok előtt, hogy együtt örüljünk a közös sikereknek, és hogy hírét vigyük a magyar judónak. Ünnepeljünk hát szeretettel, lelkesedéssel és büszkeséggel. Ez a mi feladatunk.